Október elején néhány napon keresztül a Városi Strandfürdő nem fogadott fürdőző vendégeket a nyári üzemmódról a téli üzemmódra való átállás miatt. Megtörtént, és most már akkor innentől kezdve hogyan áll a fürdőző vendégek részére a strand nyitva? Azok a vendégek, akik télen-nyáron ki szoktak jönni hozzánk a strandra, azok tudják, hogy mit jelent ez. Gyakorlatilag arról van szó, hogy a hidegvizes medencéket téliesítjük, ez részben kisebb medencénél fedéssel, a nagyobb medencéknél vízszint csökkentéssel és megfelelő vegyszer ellátással a vízben, hogy a hosszabb ideig kibírja a víz a tárolást, valamint készülünk majd a téli fagyokra, fagytestekkel a későbbiekben. Ezeket a munkálatokat kezdjük meg ilyenkor. Most október 2-án zártunk be, és én azt kértem a kollégáktól, hogy a tervezett egy hetet mindenképpen tartsák be a gyógyvizes medencéknél, hogy egyrészt a menet közben zavartalanul a beutalóval érkezők igénybe vehessék a medencét, hogyha, illetve a szolgáltatást, és majd a minél gyorsabban a medencéket. Másrészt pedig, hogy tényleg mind a két medencét, a ülőpados gyógymedencét és a retromedencét is ki tudjuk nyitni. Meg is történt, ezen a héten már nyitva vagyunk. Ami látványos, legalábbis remélem, hogy föl fog tűnni, az, hogy a ülőpados gyógymedence környékén volt az a szélárnyékolás, ponyvák és azok a tartói, mert ezeket teljesen leszereltük az egészet, és felújítva raktuk vissza, sokkal barátságosabbak a nyáron, egy-két ilyenre megtépázta ezeket a ponyvákat, azokat kijavítgattuk, és új tartókat raktunk. Ami még újdonság lesz, most ez a rövid idő alatt, és ez kicsit bele fog nyúlni az első napokba is, hogy a nyaktakba viszont azért, hogy ott a téli időszakban az időjárás viszontagságinak jobban ellen tudjon állni ez az épületrész. Elhelyeztünk padlófűtést, és ennek az üzembe helyezése is folyamatban van. Én azt gondolom, hogy ebből is majd a kedves vendégek csak a kellemes részt fogják tapasztalni, hogy egyrészt meleg lesz a padló, a gyűlőpados gyógymedence és az öltözők között, másrészt kellemesebb lesz a klíma az ottani átjáráshoz.